Piros jelzés, lezáruló sorompó, feltorlódó autók. Az elmúlt időszakban gyakori jelenség ez Szekszárdon, a Keselyűsi úti vasúti átjárónál délután 4 óra körül. A televíziónkhoz érkezett felháborodott nézői levelek szerint előfordul, hogy több mint 10 percig állnak ott az autók a vasúti átjárónál. És nem csak azért, mert ekkor érkezik egy menetrend szerinti járat, hanem tolatásokat is végeznek, amiért szintén lezárják a sorompót. Ez különösen azért bosszantó a nézőink szerint, mert erre a városrészre itt a legegyszerűbb átjutni. A MÁV szóvivője elismerte, hogy ebben az időszakban sűrűbben közlekednek a vonatok, és egy tolatás is zajlik, ami miatt valóban gyakrabban kell lezárni az átjárót. Ráadásul Szekszárdon mindössze 2 vágányon tudnak fogadni vonatot, mondja Váci Viktor. 15 óra 42-kor érkezik egy szóló motorvonat Nagy Dorog állomásról. Ennek félre kell állnia a 4. vágányról egy peron nélküli vágány mellé, hogy 15 óra 54-től 2 másik személyvonatnak helyet adjon, amelyek ellentétes irányba közlekednek, az egyik az Bajáról érkezik, a másik pedig Sárbogárdról. Ezen kívül a 15.40-kor Nagy Dorogról érkező és 16.37-kor Bátaszékre induló vonat is felvesz egy másik kocsit, és a tolatási mozgáshoz szintén le kell zárni az átjárót. Ez az, amit a nézőink is jeleztek. A szóvivő azt mondja, a minisztérium rendeli meg a vonatok menetrendjét, ezért van szükség ekkor a tolatási mozgások végrehajtására. A forgalmi szolgálatot tevők feladata azt figyelni, hogy csak addig legyen zárva az átjáró, ameddig feltétlenül szükséges. Főszabály szerint egy utasokat szállító vonat érkezésekor 4-5 percre kell lezárni az átjárót, de mindennel együtt legfeljebb 10 percig lehet piros jelzés az átjárónál. A szóvivő azt mondja, nem kizárt, hogy megváltoztatják a jelenlegi forgalmi rendet. A kialakult helyzet megnyugtató rendezése érdekében felül fogják vizsgálni a forgalmi szakemberek ezt az állomási technológiát, hogy a közúti közlekedés minél kisebb zavartatása érdekében lehessen esetleg módosítani ezeknek a mozgásoknak a tervezésénél. Ameddig zajlik a felülbírálat, addig türelemmel kell lenniük az autósoknak.